Szép napot! Szatmári Nóra vagyok. 2023. szeptember közepén utolsó harmadában járunk, így pedig itt az ideje annak, hogy a havi taró és cigánykártya előrejelzéseket érkeztessem. Most a taróval fogok foglalkozni, miért van már két lap felfordítva? Azért, mert a holdlapja 2022. decemberében ki lett húzva, a 2023-as év október hónapjára értelemszerűen én másik lapot erre a hónapra már nem húzok, illetve a főpaplap pedig eredendően az előző havi ö, kirakásban benne van méghozzá a szeptember 25 és október 1 i hétre érkezett, pont arra a hétre, amit egyébként fizikailag ennek a videónak a megjelenésekor élni fogunk. Mindjárt beszélek erről a két lapról egy icipici két bővebben, és utána még kihúzok négy darab lapot, és végig vesszük az összes hetet, úgy kerek egészében, és akkor az egymás heteket egymásra épülve fogjuk látni, hogy mi hogyan alakul, mit érdemes csinálni, mi az, amit esetleg most érdemes elkerülni, mi az, ami kevésbé javallott, és kapunk egy kerek egész elemzést október hónapra, és akkor meglátjuk, hogy mik azok a fizikai, vagy lelki, szellemi, mentális, misztikus üzenetek, amiket megkapunk ahhoz, hogy tényleg kerek egész legyen az október, hogy föl tudjunk rá készülni, hogy olyan akár mélységekig le tudjunk menni, hogy olyasmit is meg tudjunk csinálni, amit egyébként eddig nem mertünk volna, de esetleg a taró erre most kifejezetten ad utalást, vagy megmutatja, hogy gyerekek, ezt ne, és ezt tényleg érdemes lenne abba hagyni, mert feleslegesen küzdünk vele. No, visszatérve a holdlapjára, nagyon rövid összefoglalót tennék, hiszen inkább ajánlanám azt, hogy bátran nézzétek vissza az éves videót, csak beírjátok a YouTube csatornámra, hogy éves taró 2023, és akkor ugye a tartalom el is vissza az októberi hónaphoz, de nagyon röviden egy pár gondolatot szeretnék szabadon engedni. Tavaly azt mondtam egyébként október havával kapcsolatban, és hál' Istennek még egész jó a memóriám, hogy itt egy olyan időszak köszönt ránk, ami a sejtéseink, vágyaink, reményeink, álmaink megvalósíthatóságát fogják kiemelni, és a holdlapjával ugye sose felejtsük el, hogy ebben azért van egy csomó illúzió, van, akinek illúzió marad a vágyai megvalósítása, van, aki pedig nagyon-nagyon bátran meg fogja azt tenni, hogy beleáll egy adott helyzetbe, épít az ötleteire, eszmét cserél, kérdez, kutakodik, és megvalósít. Remélem, hogy többen lesztek azok, akik inkább a Stutz politika helyett a valódi cselekvést fogjátok előnyben tartani. Mindenképpen valamilyen körülményel vagy élethelyzettel kapcsolatban a holdlapja elhozza a végső próbatétel idejét, igen, ez egy kicsit erősen hangzik, de egyébként nem annak szánom, hanem amikor rájövünk arra, hogy mik a totális tévutaink, és rájövünk cserébe arra, hogy hol, hogyan teljesedik be a karmánk, és mivel kell adott esetben fájdalmasan szembenézni a tudatalattink által, mert hogy a belső hangunk is nagyon sok mindent meg fog súgni, és ami még nagyon fontos, hogy rengeteg új tapasztalatot szerezhetünk, és egy olyan küszöbre érhetünk el, amit már az előbb említettem, hogy eldönthetjük, hogy átlépünk-e rajta, és bár ismeretlen, ingoványos talajra tévedhetünk, de tényleg megkérdőjeleződik az, hogy merünk-e változtatni az életünkön, úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, hogy figyeljetek a szívetekre, a lelketek üzenetére, és egyszerűen csak vizsgáld meg azokat a pillanatnyi lehetőségeket, válaszutakat, amik érkeznek, mert nem véletlenül érkeznek, azért érkeznek, hogy segítsenek rajtad. Ha pedig ugye egy kicsit belemélyedek, és azt mondom, hogy mi ez az utolsó hét, amit élünk szeptemberben ugye a főpaplappal, a főpaplapjával képes leszel általában egy kapkodásmentes, inkább lassabb típusú, de mégis nagyon látványos átalakulása, átformálódásra, akár önmagaddal kapcsolatban, a belső megéléseiddel, a külsőddel, vagy éppen a környezeteddel kapcsolatban. A főpap lapjában azért van sérülékenység, de pont a sérülékenység az, hogy um, nem baj, hogyha valaki beletapos a lelkünkbe, nem baj, ha lehántja a bőrünk egy részét, mert majd az újra nő, az újra termelődik, az újra összeáll, de pontosan alkalmanként azért van szükségünk egy-egy tanulási folyamatra, hogy még nagyobb még nagyobb lehetőségeket kínáljon nekünk az élet, még jobb dolgokat valósíthassunk meg, még stabilabb talajon állhassunk, és ugye ezt a főpap mint hozza. Tehát a főpap engedi azt hogy belekerüljünk a gödörbe, vagy nagyon nehezen szálljunk rá magunkat egy válaszútra, vagy egy döntésre, bármilyen típusú döntésre, de a főpap pontosan azt segíti elő, hogy legvégső soron mindegy, hogy hol vagyunk, kikkel vagyunk, mit csinálunk, merre megyünk tovább, nem dönthetünk rosszul, bármi is legyen az az adott döntés. Úgyhogy gyertek ki bátran! a csigaházatokból, a remete barlangból, térképezzétek fel a jövőtöket, mert ez be fog vezetni titeket abba a mély lelki világba, ahová csak egy főpap ö, energiával lehet eljutni, és alapvetően fogtok tudni olyan dolgokat is meglátni, megérteni, amik nagyon sokat segíthetnek abban, hogy formáljátok a jeleneteket, és formáljátok a jövőtöket is. Na nézzük, a október első igazi hetét, méghozzá ugye az október másodikával induló hetet, ide megérkezett nekünk az uralkodó lapja. Az uralkodóval mindig kézben tudjátok tartani az irányítást, és amennyire ugye itt van a főpaplap, amiben a főpap, ugye ahogy elmondtam, vannak kétségek, vannak megválasztatlan kérdések, de végül minden rendeződik. Itt viszont látszik már október első hetében, hogy mindaz, ami esetleg szeptemberben ingoványos volt, ingatag volt, megkérdőjelezhető volt, az most stabil lesz, stabil alapokon nyugszik képes leszel az irányításra adott esetben a kezdeményezése, kézben tartod a gyeplőt, nem fogsz pazarolni semmit, és itt most nem fizikai pazarlásról beszélek, hanem inkább időről, energiáról, ötletekről. Az uralkodó lappal tudsz türelmes, toleráns, konfliktus megoldó lenni, és amit elhatározol, és tényleg neki is kezdesz, az be fogod tudni fejezni. A, ugye ami legfontosabb, és tényleg mindig ez jön kiből, hogy ez a két lábbal a földön állás, a reális szemléletmód, az irányítás képességének felismerése és az irányítás elintézése az, ami most tulajdonképpen egy nagyon jó lehetőség számodra, mert ha munkát váltanál, költöznél, megszakítanál egy emberi kapcsolatot, új emberi kapcsolatot alapoznál meg, tehát tulajdonképpen bármi az, ami most így a fejedbe megfogan ezzel az októberi első étel kapcsolatban, mindenképpen azt üzenem, hogy az ne csak a fejedben fogangasson meg, meg gondolgassál rá, hanem legyél szíves, rázd meg magadat, határozd el magadat, tűzd ki ezt célként, és valósítsd meg, mert képes vagy rá, nem kicsit, hanem nagyon jön a következő hét, ez pedig a kb. a október 9-től 15-ig tartó időszak. A főpapnővel kapcsolatban ugye szintén nagyon sok tolerancia, kitartás, elhivatottság megjelenik és ott van ugye a tudás képessége, a tanulás képessége, a tapasztalatszerzés képessége. A főpapnő is el tud köteleződni egy adott feladat mellett, de általában a legeslegfőbb célunk most az lehet, hogy a belső egyensúlyt elérjük, önbizalmunk legyen, önbecsülésünket akár növeljük, vagy valamilyen formában az ön ismeretünket javítsuk. Igen, ismerjük föl azt, hogy kik vagyunk, hol vagyunk, jók-e azok az emberek, akik körbevesznek, jó pozícióban vagyunk-e, jó helyen tartózkodunk-e, és bizonyosodjunk meg arról, hogy nem csapjuk be magunkat. És ha minden kérdésünkre megkaptuk a választ, akkor egyszerűen nem tudunk tévedni. Úgyhogy a bizonytalanságot űzzük messzire, ha szükséges, kérjünk útbaigazítást, de szerintem egy főpapnő lappal egyébként nem szükséges útbaigazítást kérni, mert ösztönösen fogjuk tudni azt, hogy merre kell menni, mert ha magunktól nem is, akkor majd az a bizonyos tudat az a bizonyos belső hang egészen egyértelműen fog nekünk súgni és fog minket támogatni. Csak egyszerűen kérnünk kell azokat a láthatatlan erőket, azokat a, Beinduló hátszeleket, hogy na most toljatok meg engem, most mutassatok irányt, most egy picit annyira forgassatok el, akár jobbra-balra, 15-25-45 vagy éppen 90 fokkal, hogy mi az az irány, ami tényleg jó nekem, és higgyétek el, hogy a főpapnővel minden ilyen láthatatlan segítséget meg fogtok kapni, amit legyetek szívesek, használjatok is ki. A következő heti lapunk a kísértés lapja. Ugye a kísértés az ördög tulajdonképpen maga, az ördög ugye az ellenfél, de ez nem feltétlenül egy külső ellenfél, ez bizony lehet a bent lévő sötét ellenfelünk is, ugye önnön -ön magunk sötétebbik oldala, de lehet ugye ez egy kétség, lehet ez egy szégyen, lehet ez egy elfolytás, egy rendezetlen állapot, ami ott gyúrj minket valamilyen formában, és el kell döntenünk azt, hogy valójában hol is vagyunk. A mennyben, vagy a pokolban. Hát, ha az utóbbiban, akkor, <laughs> akkor sürgősen meg kell küzdeni a rosszal, érkezzen az a rossz kívülről, vagy legyen az a rossz egyébként alapvetően belül, és ha ez megvan, és készen vagyunk, akkor ugye tovább is fogunk tudni lépni azokon a folyamatokon, amik valamilyen formában befolyásolnak minket. A, mindig az jut eszembe, hogy nyilván itt a sötétség, a, az individualitás egy ilyen nem feltétlenül tiszta érzékiség az, ami azért ehhez a laphoz ilyen kulcóként feltétlenül hozzá kapcsolódik, a vonzás bármi által jöjjön létre, vagy bárkivel kapcsolatban jöjjön létre, minden esetben megmagyarázhatatlan, nagyon sokszor legyűrhetetlen, eltaposhatatlan. Egyszerűen az ember azt érzi, hogy, hogy valami olyanhoz kezd el vonzódni, ami már-már abnormális, már-már olyan szinten zavarba ejtő, hogy akár fájdalmat is okozhat. Ugye, ha például ez egy szerelem, akkor ugye a kísértés lapjával a végletek történnek. Vagy a teljes visszautasítottság állapotát éli meg valaki, vagy pedig belemegy a kapcsolatba, meg is éli, de biztos, hogy valamilyen szinten át van verve, be van csapva, és nem is biztos, hogy fölfedezi ezt az állapotot, hogy őt tulajdonképpen egy nagyon-nagyon ronda zsákutcába húzták be. Vonzódni természetesen bármihez lehet, akár tárgyhoz is, Akár egy munkahelyhez, akár, akár mondjuk a pénzhez magához. Egy tuti biztos, a kísértés maga nagyon vigyázatok, mert bűnre csábít. És alapvetően bűnbe esni, most nem a bibliai oldalról akarom ezt megközelíteni, de nem feltétlenül jó dolog hiszen a lelkünkben zajlódó folyamatokra való reakció a bűnbeesés, mert vagy ugye ott valamilyen kielégületlenség van, ami miatt a bűnt keressük, ami által hozzájuthatunk ahhoz a titkos vágyhoz, ami belülről őrületesen éget és ö, facsar és ö, szurka piszkál. A, meg általában egyébként a tapasztalataim azt mutatják, hogy a kísértés nagyon nagy százalékban párkapcsolati szinten jelenik meg, akár megcsalás, Hütlenség, félrelépés formájában. Persze nem biztos, hogy ez szigorúan szerelmi történet, de nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy például párkapcsolati kérdésekre, ha kijön a kísértés, akkor azért ott valami egészen bizonyosan nem stimmel. Tehát ezen a bizonyos október 16-22-i héten bármi, ami iszonyú erővel vonz, csábít, abnormálisan, mint valami macia, ahogy rácuppan a mézre, vagy a két darab mágnes, ami ugye értelemszerűen vonza egymást, ezt próbáljátok meg kordában tartani. Nem mondom, hogy teljesen el kell csitítani, nem mondom, hogy be kell zárni egy dobozba, és el kell temetni de azt a nagyon erős, nagyon kegyetlen vonzást, azt próbáljátok picit csitítani, nehogy ez valamiféle bajba kerülést okozzon nektek. Az uralkodónő lapja érkezett az utolsó olyan októberi hétre, ami ugye egy ilyen teljes hetünk, méghozzá a 23-tól 29-ig tartó hétre. Mindig az jut eszembe, hogy itt van egy hatalmas adag termékenység. Ugye akár az anyasági szempontból, akár a termékeny föld szempontjából, akár a munkát szempontjából, vagy akár a bölcsességed a tanulás szempontjából. Végre megmutathatod, hogy nem hobbiból tanultál az elmúlt 1, 3, 5 vagy 10 vagy 20 évben, és szereztél rengeteg tapasztalatot, hanem azért, hogy végre felhasználd, és valamilyen nagyon komoly javadalmat hoz létre. Adott esetben, ugye nyilván az uralkodónőt, ha megnézzük, akkor egyértelmű, hogy irányít, kézben tartja a jogart, tehát egy, nem, nem kérdés, hogy nálunk van az irányítás hasonlóan az uralkodó lap üzenetéhez, legyen szó kapcsolatokról, munkáról, vagy egy erősebb döntésről, mindig kézben tartja az irányítást, viszont nagyon-nagyon vágyakozik az érzelemre, a szeret állapot meglétére, a szerete és megélésére, nagyon szeretne, szeretve lenni, és ugye az uralkodó nő képes létrehozni a testi lelki szellemi egységet. Hát látjuk, testileg rendben van. Lelkileg és szellemileg is egészen bizonyosan rendben van, hiszen rendezett a környezete egy olyan kert kapuban ül, ahol ugye a háta mögött megérettek a gyümölcsök, tehát a bölcsessége is rendben van. Nem, nem, nem lehetséges az, egyszerűen ki van zárva, hogy ő ne lenne tudatos, hogy ő ne tudná racionálisan szemlélni a világot és az abban zajló változásokat. Úgyhogy a termékenységet éljétek meg, ha szerződéskötése kerül sor, most tárgyalod le az új munkádat, megkérdőjeleződik bármi, akkor nyugodtan mondd ki, hogy te hogy szeretnéd, és hogy vagy hajlandó bizonyos dolgokat megtenni, létrehozni, összerakni, vagy éppen szétszedni, mert gyakorlatilag a, ugye a maga, ugye a Vénusz szimbólum is megmutatja, hogy a trónján ülő nő gyakorlatilag békés, termékeny, erős, megingathatatlan, és egyszerre lelhető benne fel a vénuszi szépség, a szerelem, az anyaság, a bölcsesség, és a tudás, és a sok-sok-sok tapasztalat léte, hát használjuk ezt ki. Ha és amennyiben azt érezzük, hogy amúgy nagyon-nagyon nincs kezünkben az irányítás ezekben a napokban, akkor viszont keressünk magunknak egy uralkodónőt, legyen az ugye akár egy feleség, egy barát, egy felettes, egy tanító, egy, egy idézőjelvető, vagy egy lelkész, aki valamilyen formában lelki segítséget tud adni, és kérjünk tőle tanácsot, és meg fogjuk kapni. Tehát nem veszhetünk el itt a világ körforgásában. Na no, és ugye, mivel október hónap utolsó kettő darab napja, az hétfőre és kedre esik, én azért kihúztam ezt a heti tarólapot, mert hogy nehogy már október befejezetlenül maradjon itt a nyakunkon, Válaszút. Egyértelmű, hogy októberben, ha végignézzük ugye a teljes kört, nagyon helyén leszünk ezt az egy lapot kivéve, amikor már át akarunk lépni bizonyos határokat, bizonyos vonzásokat meg akarunk élni, ha például nagyon egyszerű dolgot mondok, valaki például hetek óta fogyókúrázik, na itt fogja elveszíteni a fonalat, és itt jön az, amikor az ember bemegy a cukrászdába, vesz egy tálca süteményt, és befalja egybe, és nem érdekli semmilyen kísértés, és nem érdekli semmilyen kalória, de ha összességében nézzük az egész lapsort, az alaptendencia az, hogy képesek vagyunk a vágyainkat most megvalósítani, és hogyha megnézitek, a tudásunk megvan hozzá, az irányítás képességem megvan hozzá, használjuk is ki azt a lehetőséget, hogy tisztán látjuk a helyzetünket, a környezetünk helyzetét. Igen, a kísértés lapjával elképzelhető, hogy egy-két szabályt, egy-két határvonalat át kell lépni a cél érdekében, ugye ez is egy kísértés állapot, de hova adunk ki? A termékenység állapotába, azaz a kitűzött célt el tudjuk érni. Ki van zárva, hogy aki elindul a megvalósítás útján, ne jusson el a célszalagig, ne tudja azt átszakítani, és ne tudja utána azt mondani, hogy én vagyok ennek a feladatnak a bajnoka, mert megoldottam, és képes voltam arra, hogy megcsináljam. És akkor jön ugye október legvége, amikor mi történik? Oké, okay. Mindent megcsináltál, mindent összeraktál, mindent képes voltál felépíteni. Na de mi a következő lépés? Jön november hava. Aha, na hát akkor az a lényeg, hogy itt 30-31-én fogjuk magunkat, és egy kicsit üljünk le, kicsit gondolkodjunk el, bátran dilemmázzunk azon, hogy milyen típusú feladatot szeretnénk megvalósítani novemberben hiszen a döntés szükségessége a válaszúttal megérkezett, tehát nincs arra opció, hogy majd holnap után döntünk, decemberben vagy 2024-ben döntünk, ezt felejtsétek el, a válaszút mindig remek kilátásokkal kecsegtet. A válaszútra szoktam azt mondani, hogy szinte teljesen mindegy, hogy melyik úton indulsz el, nem tudsz tévedni. Habár van benne rizikó, ez elvitathatatlan, hiszen a válaszúttal rengeteg a kérdés, amire nincsen meg a megfelelő iránymutatás, de választ ki racionálisan, nyilván egy uralkodó meg egy uralkodónő nő racionalitásában, józan gondolataival választ ki, hogy melyik úton fog szerindulni, mi az, ami tényleg érdekel, tényleg foglalkoztat, és akkor az a döntés, amit meghozol, az jó döntés, kizárólag jó döntés lehet, hasznos döntés lesz, Eredménnyel fog párosulni, és innentől kezdve tulajdonképpen november havát meg is alapoztuk ezzel a lappal, hiszen ugye a november első öt napja is ehhez a kártyához fog kapcsolódni. Jó, összefoglalom, ez egy jó hónapnak néz ki, pici kérdőjelekkel, de összességében a megvalósítás lehetőségével, úgyhogy aki hajlandó megfogni az ásót, Hajlandó magának egy alapot építeni, és utána odahordozgatja a téglákat, meg a maltert, és összerakja ezt a négy falat, és utána tesz rá egy tetőt is, akkor ő elért a célba. És én állítom, hogy nagyon sokan, akik most belekeztek valami újba, vagy esetleg régi dolgokat, de végre lezártok és megvalósítotok, akkor ott jön el annak a lehetősége, hogy minden rendben van, minden működőképes, minden uh, um, egyszerűen uh, pontosan úgy fog alakulni, ahogy szeretnétek, és ennél jobbat tulajdonképpen mi október havára nem is kaphattunk volna. Én azt kívánom, hogy legyen minden úgy, ahogy szeretnétek, hogy legyen. Ne felejtsétek el, hogy van még két helyem a november 11-12-i cigánykártyatanfolyamomra. Sokan kérdeztétek, taró tanfolyamom már csak jövő tavasszal lesz, de bármi történjék, ez a hónap jó lesz, élvezzétek, és legyetek bátrak, és egy pici kockázatot merjetek vállalni. A legjobbakat kívánom!